Na, csácsó, hogy csövetésztő csokoládé és traktorkerék, szavaztok gyerekek, Farming Simulator 19 tripla kamera nézetbe. Úgy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen bemutató videót. A tegnapi live-ot ugye megpróbáltuk fejkamerával, hát igazából nem az igazi, mivel nem látjátok ugye minden az összes kijelzőt, azt nézzünk egy ilyen tesztet, hogy így igazából jobb be. Először is kellene vennünk nekünk valami gépeket, és el kellene kezdeni gazdálkodni, amíg igazából valami földet kellene venni, mert anélkül sokra nem megyünk. Azt mondja, hogy egyébként sokan kérdeztetek erről a tripla kamera dologról, úgyhogy közben majd fogok róla beszélni, információkat meg fogtok tudni, csak tényleg kezdjünk el gazdálkodni normálisan. Nézzük, hogy mik vannak ezeken a földeken, gyerekek, mert először talán azt kell megnézni, ezen árpa van. Aha, ezen búz, ez a melyik, mi van? Napraforgó? Ezt az árpás földet meg kellene venni, és akkor el kellene kezdeni alapni. Jó, akkor azt mondja, hogy hát ezen valószínűleg az van, ugye? Nem tudok odaugratni földhöz, az lehetséges, nem, ugye? Mindegy, oda megyünk. Terménytípusok, növekedés, növekszik kategóriában van. Szóval még nem betakarításra kész. Jó, srácok. Ez biztos, hogy árpa, ugye? Az lesz. Oké, akkor veszünk egy kombányt, aztán elkezdünk vele dolgozni. Betakarító eszközök. Hát nem veszünk valami kicsi kombányt, mert nem akarunk megvadulni. Vegyünk modoltat? Modoltat lehet jobban élnétek, ugye? Hát lehet, hogy veszünk modolt gépeket. Akkor vegyünk egy ezért klassz megállt, gyerekek, jó? Veszünk egy klassz megállt. Úgy. És veszünk hozzá a vágóasztalt, jó? Aztán megyünk akkor aratni, meg veszünk valami pótkocsival valamilyen traktort is. Na, vágóasztalak, hol vagy? Arató szerkezet. Biztos van a klassz megállnak. Itt van. Oh, nem. Jó, ezt meg is vesszük. Oké. És akkor megyünk is. És ugye az jó, hogyha ilyen három monitoros rendszered van, hogy ugye mindenképp egy kormányt raksz hozzá, meg jó, hogyha van hozzá neked egy ilyened, egy botkormányod. Ez a kettő az nem árt. Na, meg ugye feltétlenül belső nézetben érdemes játszani. A kérdésekre próbálok így folyamatosan válaszolni, így a BSZ-be jut. Az a lényeg, hogy ugye ez nem szétnyújtja a képet, hogyha három monitorral tolod, hanem egy monitorral azt látnád, és gyakorlatilag hozzárak kettő monitornyi képet, ami már szinte ugye oldalra látsz ki. Mindjárt megfordulunk. Egyébként egy jobb kormány, az biztos, hogy jobb lenne hozzá. Ez nekem most ilyen tök tesztüzemben van, egy ilyen hirtelen felindultságból van ez az ötlet, hogy én ezt így ki akartam próbálni. Ugye Kacsalám mondogatta, hogy van Zalaegerszegen egy ilyen szimulátoros üzlet, ahol tudsz beülni szimulátorokba. És én arra gondoltam, hogy akkor miért ne próbálhatnám én is ki, vagy miért ne csinálhatnám én is. Ezzel kivegyünk, meg megnézzük, hogy tényleg akkor növekedés az hogy megy. Úgy próbáltam beállítani a kamerát, hogy ugye mindent lássatok. Ugye, hogyha itt középen ülsz, most így úgy látjátok, hogy látjátok mind a három monitort. Igazából ugye én csak perifériából látom a két jobb oldalit. Csak gyakorlatilag kitekintek, kinézek arra, elfordítom a fejem, akkor látom azokat teljes valójában. Úgyhogy egy picit ugye nyújtja, mivel tényleg... Ja, és még valami. Ugye az látószöget tudod állítani a játékon belül, azzal nagyon sokat tudsz módosítani, ugye tudod egy kicsit összéthúzni, akkor még távolabb látsz hátul, úgyhogy ha kitágítod, akkor meg ezek a dolgok, ezek még inkább kikerülnek oldalra. Na. Ugye így is simán meg lehet nézni kívülről a klaszt. Ugye, amit mondtam, hogy a monitor közepe, vagy a középső monitor, az azt láttál, mintha nem lenne a kettő, szóval nem zavaró. Nem zavaró, hogy ugye a kettő ott van, a külső nézet is teljesen jól működik, nem, a gépet nem nyújtják ugye még két oldalra, a két monitorra. Na jó, ide bemegyünk. Mind van ugye a
ugyanúgy a földön. Megnézzük, mi van rajt. Ja, hát ez még nagyon növekedési stádiumban, úgyhogy lassabb bepörgetünk majd az idővel. Ugye a VOD kormány az leginkább a rakodógépeknél hasznos tud lenni, meg hasonlóknál. Mindenképpen veszek egy traktort, és akkor próbálok egy olyat, hogy lehet, hogy leengedjük föld végébe majd a gabonát, és megpróbáljuk felrakni. Csak azért, hogy tényleg így tudjam mutatni, hogy mégis miről szól ez az egész. Nem tudom, hogy modolt járművekben van-e olyan, ami homlokrakodóval szépen megáldott. De lehet, hogy az a kisebb traktoroknál lesz. Megnézzük, valami homlokrakodós MTZ-nek tudnék örülni. Ez a homlokrakodót lehet ehhez New Hollandhoz. T25-ös gyerekek, van itt minden. Azt nézem, hogy meg, ehhez is. A Crystalhoz lehetne homlokrakodót. MTZ-hez nem lehet. MTZ-hez nem lehet, pont ahhoz nem lehet, amelyiket ehhez se lehet. Nem, az MTZ-hez sajnos nem lehet. Úgyhogy akkor a Crystalt... Ja nem, ez egy úr. Ez nem egy Zetor. Miért Ursus néven megy? Na nézzük. Ja, ez egy Ursus? Ja, basszus, hát akkor én nagyon beléztem. Homlok csatoló, igen. Oké. Okay. Kerékbeállítás. Dupla kereket is lehet, azt a betyár. Jó, hát nem rakunk rá. Milyen legyen a izé, milyen legyen a sárvédő, ezt megvesszük. És akkor feltétlenül veszünk rá, mert mindenképp kell egy pótkocsi, meg kellene akkor egy homlokrakodó, és tényleg akkor úgy akarom megoldani, megmutatom nektek, hogy akkor ez hogy zajlik. Jó pótot valami, nagyon retro pótot. Ez a HV80? Ez nem lenne rossz hozzá. Van itt ilyen nagyon retro gyerekek. Ez lesz a jó. Ez lesz a jó, és gondolom lehet magasítót, nem jó magasítókat le, nem veszek hozzá. Oké, és akkor ugye a homlokrakodóról beszéltünk. Azt mondja, hogy az meg itt van valahol. Lehet, nincs retro? Na, vannak itt retro dolgok. Van beloruszos. Vagy nem tudom, ilyen orosz. Hát inkább vegyünk hagyományosat. Meg veszünk hozzá egy kanalat. Pillanat, itt ez lesz jó. Univerzális karál. Oké, és akkor leengedjük föld végébe majd a gabonát, azt megmutatom, hogy mégis hogy van. Na, így néz ki. Remélem a fókuszt megpróbáltam ráállítani, hogy ne automatán fókuszálj. Hát remélem, hogy nem felejti el menet közben a kamera. Először fel kellett volna vennem a időt, gyerekek. Homlokrakodó dolgot, mert ez így nagyon nem lesz jó. Ez nagyon brutálul néz ki így, gyerekek. Ez nagyon brutálul néz ki. Lesz-e majd egy külön tutoriál is egyébként, hogy tudod beállítani, meg hogy tudod megcsinálni ezeket a dolgokat? Hát közben beszélek azért a technikai feltételeiről, hogy mégis mit kell ahhoz, mi kell ahhoz, hogy ez így működjön. Csak tényleg rendezzük el itt a gépparkunkat. Ugye ilyenkor úgy állította be, hogy maga ez a fő kar, ezt mozgatja, és van rajta egy kis joy, azzal meg ezt tudom így mozgatni. Magát a kanalat, látjátok? Ezzel meg ezt. És akkor így gyakorlatilag egyszerre is tudod a kettőt. Na, jó. Így leviszem kicsit, hogy a látótérből kikerüljön. Az. És akkor rátoldatunk a pótra. Ugye a nézelődést azt rá tudod állítani te ahova akarod, akár billentyűkre is a kormányon. Én ma hagytam az egéren, annyit csináltam. Bár tényleg lehet, hogy jó lenne kormányra állítani, akkor az egeret teljesen el lehet felejteni.
aki gyerekekre vagy van, ilyenkor beállítjuk középre, meg van egy olyan gomb ugye, hogy autó volt a beállítás középre, azt is be tudod állítani, akkor ugye egyből oda is kerül, a kamera bezoomol. Na, a technikai feltételei, hogy ezt meg tud csinálni. Három darab Full HD monitor, ugye 1920x1080p. Egy olyan videókártya, amire három darab monitor tudsz csatlakoztatni, tök mindegy, hogy milyen csatlakozóval. Úgy értem, hogy nekem például van egy DVI csatlakozóval felcsatlakoztatva, van egy HDMI-vel, és van egy DisplayPort, ez a három van. De szépen eldolgozgatnak, az a lényeg, hogy tud felcsatlakoztatni a monitorokat. Arra kell figyelni, hogy átalakítót tudsz venni, de úgy tudsz venni átalakítót a monitorjaidhoz, hogy analóg gyerekek. Analógot nem tudsz digitálisra, csak aktív eszközzel átalakítani. Gyerekeket, igen, valami nem sikerült teljesen beállítanom. Szerintem az a mocs ez kivelem, ami ott van, ugye jobb oldalt most ott látjátok. Ja, analógot digitálisra csak az aktív eszközzel tudsz átalakítani, jelkábelt, mármint kábelt, analóg jelet csak digitális, vagy analógra tudsz átalakítani, digitálisra csak digitálisra. Hogyha átalakítót akarsz venni, arra figyelj, hogy például mondjuk a digitális DVI csatlakozót, azt analógra nem fogod tudni, tehát analóg VGA-ra átalakítani. Na jó, gyerekek, itt vagyunk, ugye? Megérkeztünk a földhöz. Ja, igen, hogyha megvan ez, akkor a videókártyád az olyan legyen, hogy azért tudja elvinni ezt a felbontást. Mert ugye most 5670x1080p-be működik ugye a VGA. Tehát ugye ilyenkor már nem egy Full HD-ba, hanem egy háromszoros Full HD-ba kell, hogy megjelenítse. Na jó, kiszárom gyerekek, és bepörgetünk az időbe. Hogy tudjunk garadni. Szuper, nagyon jó. Hát ebben egy kicsit még azért kell várni, hogy itt tudjunk tényleg garadni. Másra azok gondolkozok, nincs a szükségük. Ja, mindenképp leengedem majd a föld végébe. És akkor... akkor ez nekünk jó lesz. Egyébként bármilyen játékot tudsz ilyen felbontásban játszani, tehát akkor így viselkednek a monitorok. Annyit akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy ugye tényleg FPS játékot is bármit, egy Seven Days to Die-t is tudsz játszani így, akkor ugye tényleg látod, hogy a perifériában mondjuk a zombik hol vannak, ugye látod a normál képet, és akkor a két oldalon meg látod azt, amit gyakorlatilag akkor látnám, hogyha elfordulnál a kamerával. Tehát normál esetben például azt látnánk, de itt már látjuk, hogy itt van mondjuk egy traktor is. Vágjátok. Na, autós játékok a legjobbak vele természetesen. Egyébként nem is leginkább a Farming Simulator, ami marha jó vele, hanem például gyerekek növényfejlődés, az hogy van állított, mert így akkor várhatunk rá 100 évig. Nagyon gyors. Nem is kifejezetten Farming Simulator, ami nagyon adja vele, hanem én azt mondom, hogy amíg például ilyen Forma 1, vagy pedig valami Dirt Rally, vagy Forza Horizonok, ilyesmik, amik leginkább jól néznek ki vele. Egyébként YouTube-on van egy csomó videó, amikor így tolják különböző rallis játékokat, meg hasonlókat, baromi jól néz ki. Nagyon ügy. Na, nézzünk addig meg. Az a baj, hogy kilépek, akkor pörög még az idő? Pörög, ugye? 14 volt, 19, jó, akkor nézzünk egy közben más gépet is szívesen kipróbálnék. Traktor. Mire lenne még szükségünk? Azt akkor vehetnénk olyat, akkor lehetne igazából ez a sorozat így folytatódhatna. FS19-et amúgy is mindig mondjátok. Kommenteket írjatok, hogy ezt így szerintetek ez így jó, ez a nézet. Érdemes ezt így csinálni, vagy inkább a fejkamerás volt a jobb. Mindenképpen, hogy mi a véleményetek erről a dologról, jó?
kis traktorok között volt még a Dutra, ugye? Van egy Dutra. Megnézzük a Dutrát közben. Maximum eladjuk majd, mondjuk bérelhetném is ennyire. Van, oda nézzetek, piros. Gyönyörűen néz ki, bár egy ilyen halvány kék az nekem valahogy jobban bejön. Tervezés alapértelmezett. Ja, meg matrica, aha. Piros matrica. Midlogó. Ja, meg hogy legyen-e hátsó ajtó, vagy ne legyen. Legyen nyitott, gyerekek. Azaz, így kellene mennie. Kerékbeállítás. Dupla kerekek. Legyen széles gumi, de ízé, az ne legyen. Aha. Különböző motorokkal is szerelhető. Itt 142 lóerő, itt csak 90. Legyen erősebb. Meg ráadásul GPS elérlője, nem kell. Oké, megnézzük addig a Dutrát, amíg ez így nő. Jó? Na, szépen néz ki. Belső nézetben kíváncsi vagyok rá. Ó, ja, de ilyen osztott ablakai voltak, ugye? Na, tök jó. Adja, tetszik, ó, nagyon jó. Akkor lehet, hogy ezzel fogom húzni akkor a Ford kocsit. Menjünk egy körbe, jó? Nem mindig ugyanarra megyünk. Lehet, hogy ezzel fogom húzni a Ford kocsit, a másikkal akkor megrakjuk. A homlokrakodósra, hoppó. És itt belecegett. Nem tudom, hány FPS-sel ment, sajnos az FPS számláló volt, nincs kibor. Egyébként a forgalmat is jobban tudod ellenőrizni, így ugye melletted lévő dolgokat elég jól látod. A színbeállítása nincs belőve egymáshoz a három monitor, úgyhogy színeltérések vannak. De ugye abszolút tényleg nem állítottam be ezt, ezeket így beraktam, és akkor így használom őket. Ugye a szín, hogy mennyire élénkek legyenek a színek, azokat lehetne állítani. De a legjobb egyébként, hogyha teljesen egyforma monitorokat veszel. Ugye jó, hogyha minél kisebb ugye a szegély, minél szűkebb a monitornak a szegélye, a keretje, hogy annál kevesebbet úgymond takar ki a képből, bár igazából nem takarja ki, mert ugye monitor képernyő szélétől képernyő széléig vannak a dolgok, tehát az inkább úgy mondom, hogy akkor annyit tágul a kép. Jó, erre elmegyünk, jó? Inkább próbálok ezzel a kezelben, mert így kevésbé takarom ki ugye a dolgokat. Jó, nagyon szuper gyerekek. Hátsó ajtó meg nincs, mi? Hogy jön mögöttünk egy csávó, hát ott rohadjon meg. Ilyen tükörben látszik is egyébként. Én beállítjuk közé. Jó. Lesz egy földút, itt fölmegyünk. Jobbra. Ó, gyerekek, valami nagyon tükröződik. Levenő napsugara, azt a betyár, ez aztán volt tükröződésünk. Ja nem, a hátul fölkapcsolta a refit a csávó. Ó, hát ez nem csak a játékban, valóságban is úgy látom szenvedést. Hát, hogy nyomjuk egy lámpát, amit lássam. Nekünk is jött, hallja a játék, ez azért kevés. Jó. Jó, itt felvágtatunk, lassan beérik szerintem a tervés. Nem lényeg el szállodással, te hülye ezt kipör, azt kikapcsolta? Nem, jó. Oké. Okay. Nézzük meg külső nézetben, hogy néz ki a Dutra. Ó, gyerekek, tök jó. Hátsó lámpákkal a por rendesen látszik. Nézzük hátra, hogy is. Nagyon életű tettik. Jó, majd egy részletesebb tutoriál lesz majd erről az egész setupról, hogy tudod összehozni, mert azért ebbe nem igazán mondok el mindent, meg nem részletesen. Ezzel ráfogunk a portkocsira. Még mindig nem érett be, ahogy látom, még zöld. Mindegy, arathatunk éjszaka is. Ja, meg ugye van, az extra gombokra tudsz rárakni, hogy kocsit csatlakoztatod, meg ugye a Joyra is tudsz dolgokat rakni még, úgyhogy van bőven billentyű, szinte a billentyűzetet el is tudod felejteni. Nem nagyon muszáj használni.
játszok, gyerekek. Ja, átfogunk a pótkocsival. Ugye érdemes ilyenkor esetleg úgy játszanod teljesen, hogy nem tabolgatsz. Jó, ennek jobb a világítása, ugye gyerekek? Odébb állod vele. Igen, most kezdem menni a nap sajnos. Ugye, nem, 0 óra van, jó van. Nézzük ezt a pótkocsira ráállást. Mi az összes világításunk sajnos. Itt van mellettük a paut. Paut kocsi. Hajnali egy van. Itt jó sokat látsz. Ja, ott van, ott van. Ez az. Csak sikerült. Jó van, gyerekek. Megnézzük, hogy mi van a Gamona. A Gamona beérett. Akkor lehet neki állunk aradni. Jajjaj. Ez egy ilyen éjszakai móka lett. Ó, jó izé. Jó gyomos a föld. Sikerült azért megoldani, hogy itt van nekem, hogy gyomba van. Oké. Okay. Kicsit ugye középre állítjuk, mint tökéletes. Nagyon szépen lehet itt dolgozgatni. Valószínűleg, hogyha reggel lesz, nekiindítom én a munkással, és kiengedjük a földre akkor a terményt, hogy megpróbáljuk akkor ezt a rakodást a pótkocsira, hogy ez hogy fog működni. Addig egy picit aratok, jó? Tényleg mindenkinek ajánlom, sokan írtátok, hogy jaj, Keeper, megnyerted a lottot, meg ilyesmi. Megmondom őszintén, ez nem egy drága mulatság volt, hogy én ezt összehozzam. Igazából alapban volt 2 darab monitorom, még egy monitort kellett hozzá vennem. A kormány az nagyon régóta megvolt, meg elég olcsón lehet már kormányokat kapni. Most jó, tudom, hogy valami G-szériás Logitech azért az nem olcsó. Meg hát egy botkormány is nem egy olyan nagyon vészesen drága. Egyébként Szilárd Ikli mondta, hogy 2 botkormánnyal szokott ő fát rákodni. Azért érdemes egy olyan botkormányt felvenned, amin van még egy plusz joy esetleg, és akkor ugye egy botkormányjal összetettebb dolgokat is meg tudsz valósítani. Nézzük meg a külső életbe. Ó, hát ez gyönyörű. És még egész jól sikerül, ugye. Az egy belső nézetben egy kicsit fangulatosabb minden. Marha jó. Jobban elfolyanak a kezelőszervek, mert látjátok, a kilométer óra az itt van, töltési jelző, ott van az óra, és itt van a térkép, és ugye ha egész kirakod a térképet, akkor is csak egy ennyit foglal, és gyakorlatilag a látóteredet nem foglalja el. Ez is egy nagyon jó megoldás tud lenni. Vagyis egy hasznos dolog, emiatt is hasznos dolog tud lenni. Jó, mögöttünk kell a nap, úgy látom. Előttünk van az árnyék. Jó, gyerekek, én ezt elindítom gépi munkással. Kiszállunk. Szuper. Jó sokat jöttünk, Marek. És ez a szándékosan visszamegyek így. Nem tudom, a fejem mennyire lóg belképbe, remélem azért annyira nem. Jó, gyerekek. Oké. Okay. Oh. Már mindjárt jobb, hogy felkelt a nap. Elmegyünk arrafele. Ezt ott annak a földnek a végén kiürítünk akkor. Sőt, ezen a földön lehetne üríteni itt. Jó, azért könnyen tudjuk felszedni, ne a fűből kelljen. Jó lesz az így.
nagyon állat egyébként belső részben beállodott, dektek. Nagyon adja. Nagyon adja, csak ugye nem középre van állítva, na így, így a tökéletes. Oké. Na, nézzük meg. Csak valami benne annyi, hogy igazából azzal tudok valamit kezdeni. Oké. Kiürítünk ide valahova. Egy másik földre kellene kiürítani és lelassítani az időt. Teljesen. Vagy esetleg ide a földútra? Ugye a földútra lehet, hogy kiürítek, jó? Elvileg ugye tudok olyat, hogy ürítés ide. Nagyon jól tudom. Volt olyan, ugye gyerekek? Tudok olyat. A villanat. Nincs hozzáférés a lejjelő föltök. Ja, akkor oda nem is tudok üríteni? Ó, te barátom. Mire kiürítjük akkor ezt? És megpróbáljuk a homlokrakodóval, ugye, volt kormánnyal fölpakolni. Kicsit odébb járok. És most azért tabolok, mert ezzel ide kellene vártatnom. Jó, most elhúzunk oda. És akkor megnézzük, hogy a pakolás. A pakolás az hogy megy. Jó, mert ugye nem kell billentyűzetet abszolút használnod, hanem tudod ezzel így működtetni. Ott kormány, akár menet közben is. Úgyhogy a dutrával lehet odébb állok. Az. Hát nem egy nagy kupóc. Nem egy nagy kupóc. Ez az, tasza. Nagyon egy, egyébként nagyon bele tudom érni maga. Ez az. Ó, hát ez nagyon szépen rá lehetett fordulni, nagyon jó. Dutrával odébb állok, gyerekek. Tökéletes. Na, próbálkozzunk meg, ugye. Látok, ugye. Ez most az első próbálkozásom. Ne nézzetek, hülyének a bénázok. Ó, nagyon alacsony volt. Ezt hátragatjuk. Ezek szépen most tele van. Ugye egy ganajt tudsz rakni, ganyét, vagy éppen amit akarsz. Szépen tudod pakolgatni, valós, valósághűen, nem csak gombokat nyomogatva. Kávé fölötte vagyunk. Nagyon jó gyerekek, tökéletes. Hát ezt nagyon élem, ez a legjobb része gyerekek ennek, esküszöm ez a pakolgatás. Halljátok meg targot százni, bundi, azért ez nem jadda, nem? Szépen be kell állítani ezt. Meg ugye, hogyha nem ilyen kicsi lenne ez a depó, akkor a tetejéből is tudnék szedni, nem kéne egyből a földig leküldeni ezt a rohadt kanalat. Most a
ezt felszerem az összeset, megpróbálkozok vele. Ez nagyon, nagyon adja gyerekek, nagyon élel. Full belső nézetbe. Úgy szépen. És nem kocolom meg. Tök érezni, hogy meddig tudsz elvenni. Nagyon jó. Hopsz, megkocoltuk. Okay. Szépen fölmerjük. Tudom, hogy értelme nem sok van, de ugye tényleg most a teszt jelleg a lényeg. Az. Ebben föl is kaptuk az összeset? Nem, még van ott. Még van ott egy kicsi. Jó, hogy ezt feldobom. Az egy kicsit oldalra van. Ezt megszokod? Ezt megszokod, hogy kormányjal meg ez a Joy-al szerintem, mint az alat úgy tudod rakni. Ugye most én azért bénálok. Nagyon jó, nagyon jó. Meg ugye tényleg kilátsz oldalra, és emiatt úgy tudod, hogy merre vannak a dolgok. Jó, lehet, hogy külső részekben ugye sokkal jobban látod a dolgokat, de hát ez nem valós. Most meg közepét kiszedtem, megszedtem a közepét. Jaj, ne! Gyerekek, szalma került bele, álljál! Álljál, mert szalma került bele, az a baj. Ó, te fiú, ráöntöttem a tarlóra, azt került bele egy kis szalma. Ezt így már nem szerette. Az volt a baj. Aha, most jó, most az árpa van benn. Ezt felkaptuk az összes, hogy gyerekek, szuper. Ja, a szalma belekerült more. De ugye egy pótkocsival kijössz, utána ráfogsz. Ez nem egyszerű is, de kaszok. Jó, szerintem nem maradt sem ennyi. Ha figyeljetek, felkaptuk az összeset. És akkor ugye nézzük meg. Nagyon állat! Ez nagyon adja gyerekek, ez kell, ezt nagyon tudja. Nem tudja dolgát. Nincs sílónk, ugye? Na, ne adjuk gyerekek akkor már. Ugye a végére legyen egy kis pénzünk. Hát, mi a véleményetek, hogy így, egy ilyen full belső nézet, mondjuk esetleg még azt is megtehetnék, hogy nincs tabolás, meg ugye akkor egy ilyen kameranézetből egy FS19 sorozat, vagy pedig vagy élnétek-e, vagy valami hasonlót. Mi a véleményetek? Már pót, ne vicceljetek, srácok. És ugye ilyenkor simán állátsz arra-balra, a jobbra annyira nem, mert de balra például tök jó kilátni. Ó, hát ez, gyerekek, ez nagyon élem. Egyébként baromi jó. Nagyon tetszik. Jó van. Itt van valahol, ugye ezt a kikötőbe el lehet adni. Nincs középen, ugye? Így legyen középen. Tök jó. Ja, hát van a pótba, van egy kevés a pótba. Van egy kevés a pótba. Megmondom őszintén, lehet, hogy ezen a napon én szívesen játszanék. Csinálhatnánk egy olyat, hogy próbáljuk meg kivinni. Egyébként lehet, hogy nem is izével, nem is modor gépekkel kellene, hanem normál gépekkel egy ilyen fullos végigjátszást ezen a napon. Ugye az FS15 az olyan lenne, hogy modolt, de azt nem így fogom menni, hanem az hagyományos módszerrel. Ezt semmiképpen nem így akarom.
ez valahogy maradjon meg úgy az igazi. Úgy egy kicsit többet is tudok mesélni, meg többet tudok beszélni, mert így azért jobban leköti a figyelmét az embernek ez a sok, sok kezelőszerv. Hát jó, ha megszokott, biztos baromi egyszerű. Egyelőre még ugye nem vagy, nincs megszokva nekem ez. Merre kell, itt vissza kell fordulnom, nem? Ja, tudja van, ja, nézzed még egy térképet, azt akkor nem lenne itt ilyen probléma, ugye? Étterem volt, ja, egy utcával lejjebb kellett volna menni. Közben meg nézem a térképet, ezt már szembe se ad. Várjátok. Ez mi volt, bazzák? Jó, ez te fiú. Elriám az útra az elejét. Gyere ki onnan. Jó. Ne, az meg neki ment onnan. Te fiú, menj anyádba. Milyen jó lenne, tükrök jól lennének belőle. De, na ez a forgalmat, hogy nem tudták megcsinálni meg mindig, az egy borzalom. Jó, én voltam a hülye, hogy szembe sarkba mentem, de ez se nagyon foglalkozik vele, hogy én mit akarok csinálni. A dutrával veretjük, gyerekek. Kicsit szélesek a gumik a dutrát, ha jó van. Ja, megint rossz fele vagyok, itt el kell fordulnod jobbra. Jó, lesz, itt lesz ugye a kikötői gabona elevátor elvileg. Itt el tudok adni. Ez a map ez nagyon nem ismerős nekem egyébként. Hát játszottam rajta, de nem ugyan sokat tudjátok. Hát lehet, hogy azt kellene, hogy akkor ezen a mapon csinálnánk egy ilyen full végigjátszást, mondjuk egy ilyen teljesen bekapcsolt minden, vagy szántással mindennel, és akkor kormány, és bot kormányjal. Elég élni, elég jó. Na, akkor itt be is tudok zuhanni, ugye? Ott egyenesen. Elvileg itt be tudok menni, ugye? Mit írtak? Nem tudom, micsodát valamit írtak. Hó, itt meg ide jönnek. Hídereznek a csávók. Aztán itt tudok bevenni. Megdobta az útrát egy kicsit. Egyébként így, ja, 24-en megyünk, nem sok, de tök jó, sokkal jobb a sebességérzet, én úgy érzem. Várj, hol tudok eladni? Itt, ebbe az épületbe, ugye? Aztán itt be kell mennem balra. Jól sejtem. A lók szart. Ja, ott kell fölmennem, kap. Itt kell felmennem. És fordulhatok már, ilyen hülye. Az mi az ugrató, figyeld el? Micsoda ide feature-ek vannak itt. Ja, itt meg a fát tudom eladni ezen a ponton. Jó, mert ugye gázpedállal meg tudod adagolni, hogy mekkora motorteljesítményt akarsz. Tehát te tudod adagolni a gázt. Nem az van, hogy nyíl gázon kell menned, mint az őrült mindig. Ez is egy kellemes dolog. Egyébként tetszik, élem ezt a dolgot, gyerekek. Élem. Remélem, hogy veszik itt egyáltalán, az is a biztos múlja. Lecsatolás van csak, akkor lehet, hogy nem is veszik. Sőt, gyerekek, itt valószínűleg nem veszik. Jede, jó, meg veszik itt. Oké, és kacok, akkor szerintem ez ennyi volt ez a test gameplay. Lesz majd róla a tutoriál pontosan, hogy tudjátok ezt összerakni. De viszont egy... írjatok nekem egy kis üzét, egy kis ötleteket, hogy legyen egy ilyen sorozatú, vagy inkább ne legyen. Vagy egy ilyen nézetben. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek!